Köszöntöm Önöket, örülök, hogy ebben a szeles időben is kedvet éreztek és eljöttek. Ugye most benn állunk a Sibrik-Dombi római tábor és későbbi ispáni központ területén. Én Borús Kata vagyok, a Mátyás Király Múzeum régésze, és hát most már abban a szerencsében részesülök évek óta, hogy én vezethetem itt a feltárásokat. Természetesen ugye az itt látható dolgok nem csak az én munkámat dicsérik, nem csak az én munkám eredménye. Nagyon sokan segítenek, évről évre egyre többen csatlakoznak önkéntesként is az ásatáshoz, és egyre több kolléga is jön és segít, hogy ez a lelőhely minél jobban fel legyen tárva. Ugye nem csak római kori, középkori periódusa van ennek a lelőhelynek, hanem hát a kettő között is azért volt valami, amiről nagyon keveset tudunk, és éppen ezért is minden évben kapunk valami újat, ami arra utal, hogy folytatni kell ugye a feltárásokat. Azok kedvéért, akik először vannak itt, egy-két szóban összefoglalnám így a kutatástörténetet is, valamint azt, hogy mit tudunk eddig az erődről. Ugye a lelőhelyet már Rómer Flóris is említette a jegyzeteiben, ő az 1860-as években élt, őt tekintjük a régészet atyának. De akkor még ásatás nem folyt, itt csak feljegyezték azt, hogy téglák, kövek, habarcsok, cserepek és érmek találhatók itt a felszínen. Ebben az időszakban még földművelés folyt itt, szőlős, gyümölcsös kertek voltak, tehát mezőgazdasági művelés alatt állt. Ezt ma is nagyon jól meg tudjuk figyelni, hiszen az ásatás során, ahogy mélyítjük a területet, a szinteket, nagyon jól látható, hogy a felső 50-60 cm az egy egységesen kevert réteg, tehát ami szántva volt éveken, évtizedeken keresztül. Az első kutatásokat Soproni Sándor végezte az 1950-es években. Ő nagyjából feltérképezte kis kutatóárkokkal az erődnek a területét, és meghatározta a korszakait, az építési korszakát, vagy az építési idejét a 320-as évekre helyezte, és ő egy negyedik század közepi, tehát ilyen 350-es évekhez kötődő építési periódust, valamint egy 370-es évekhez kötődő periódust is feltételezett. A középkori időszakhoz szintén három építési korszakot kötött, és ezek az ő általa tett megállapítások többé-kevésbé ma is tartják magukat, persze azért részleteiben sok aprósággal tudtuk kiegészíteni. Az 1970-es években folytak még itt nagy kutatások, akkor Soproni Sándor és Szőke Mátyás vezette az ásatásokat, és ennek eredményei láthatók a nyugati oldalon, a Duna felőli oldalon, valamint itt a bejárati résznél, ezek a most is részben felfalazott épületrészek. Ugye ez a dunai oldali négyzetes torony, valamint a keleti és a déli résznél a legyező alakú saroktorony és még három U alakú torony. Ebben az időszakban, tehát a 70-es években került feltárásra egy középkori palotaépületnek nevezett építmény is, ami szintén ugye néhány kősorral jelezve van, tehát ezt most is ugye láthatják a felszínen. Ezt követően nagyon sokáig nem történt kutatás itt a Sibrik-dombon. 2010-ben készült egy talajradaros felvétel, ami nagyon érdekes jelenségek voltak megfigyelhetők, és ennek kapcsán, vagy ezt követően indult el 2013-ban az azóta is tartó feltárás. 2013-ban egy apszisos kápolna épületre ástunk rá, ezt lehetett megfigyelni ezen a talajradaros felvételen, ami nagyon érdekesnek tűnt, ennek a hitelesítésére, vagyis hogy bebizonyítsuk azt, hogy ami a felvételen látható, az valóban ott is van. Ugye ezért indult ez a feltárás, és hát azóta is folyamatosan folytatjuk, hiszen nagyon sok érdekesség került elő.
előkerült egy 8-9. Századhoz köthető nemesfémolvasztó kemence, a későbbi években egy 13. Századhoz köthető pénzverőműhely, azután pedig olyan épületrészek, a nyugati oldalon olyan épületrészek láttak napvilágot, amelyek Szent Lászlókori építkezésre utalnak, egy lakótorony, valamint az egyik középkori bejárata került elő az erődnek, ugye ez tavaly volt, 2021-ben. Hát az idei évben pedig a területen folytattuk, tehát csatlakozva a 21-es ásatási területhez folytattuk a feltárásokat, és hát a most látható felület lett megnyitva. Ez azért volt érdekes, mert 2021-ben egy kutatóárokkal próbáltunk betekintést nyerni, hogy vajon mire számíthatunk ezen a területen, és már akkor az a vélemény látott így napvilágot, hogy itt lehet a római kori kapu. Ugye eddig, végül is 70 évre tekint vissza a kutatástörténet, eddig nem került elő az erődítménynek a római kori kapuja, és ez nagyon ugye, felcsigázta elsősorban az én érdeklődésemet, hiszen ugye, nekem a római kor a szívem csücske. És hát nem is kellett csalódnom, hiszen az idei ásatás felszínre hozta a római kori kaput, ami tulajdonképpen két U-alakú torony egymáshoz nagyon közel, mint egy 3 méter a közöttük lévő távolság. És én azt hiszem, hogy akkor most induljunk is el arra a kapu felé, és úgy, ahogy esetleg régen, a római időszakban is majd bejövünk a kapun. De talán ahogy így jöttek el az úton, ezen a kavicsos úton, talán láthatták, hogy a felfalazott épületrészek, felfalazott táborfal és tornyok folytatásában helyezkedik el az, amit most feltártunk. Ugye az egyik U-alakú torony, és itt pedig a másik U-alakú torony. Ugye ahogy a domboldal rézsűje van, olyan mértékben pusztultak le a falak. Sajnos ez már tehát egyik toronyban sem a felmenő falat látjuk, csupán az alapozását, de nagyon-nagyon szépen készült ez is. Ugye részben ilyen ferdén elhelyezett kövekkel, kisebb, nagyobb kövekkel szépen kirakva az alsó sor, fölötte még egy sor, és csak erre került a habarcsozás, és utána további rétegekben ugye, kő és habarcs helyezkedik el. Ugye, ahogy mondtam, ez az alapozás, sajnos ez annyira lepusztult, hogy felmenő fal részlet már nem található benne. Minden esetre azért így is nagyon impozáns. Azért el lehet képzelni, hogy ez milyen monumentális lehetett ugye annak idején, amikor mondjuk egy 2 emelet magasságban állt. És tulajdonképpen, ha így visszagondolunk, vagy visszagondolok, akkor nem is tudom, hogy miért nem kerestük itt a kaput, hiszen ez a kapu pont arra fele néz, amerre a mai Salamon toronyhoz vezető út látható. Ugye ebben az időszakban, amikor a római erőd épült, természetesen a Salamon torony még nem létezett, viszont a Dunaparti út sem, tehát a közlekedési útvonal nem a Dunaparton haladhatott, hanem a Sibrik-domb szikláit megkerülve valahol a mai Salamon torony utca vonalában mehetett az út, tehát az is érthető, hogy akkor miért errefele néz a kapu, vagy legalábbis az erőd egyik kapuja. És akkor, ha errefele megyünk, akkor tulajdonképpen azon az útvonalon haladunk, ami régen is a bevezető út volt a táborba. Ugye itt két oldalt láthatók pillérek, amelyek a kapu kialakításához, a bejárat kialakításához használhatók. És hogy milyen is volt a római kori út?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert hogy nem nagyon maradt meg belőle sok. Ennek is csupán az alapozása, ugye amin én állok, ez a köves, kavicsos, néhol tégladarabos felület, ez volt a római kori útnak az alapozása. Ugye valószínűleg ugye ez idáig tartott, tehát egy nagyon vastag, egy 30-40 cm-es alapozása volt ennek az útnak, és én úgy gondolom, hogy erre kerülhetett rá kőlap, mert hogy nyilvánvalóan ebben az időszakban is szerették a sima útfelületeket, hogyha nem is egy olyan sík betonutat kell elképzelni, mint amit ma használunk, de minden esetre kőlapokkal rakták ki. Tehát például legközelebbi a Szentendrei táborban is ilyet tártak fel a régészek, hogy a kaput nagyméretű, durván olyan 60 centiszer, 60 centis nagy kőlapokkal burkolták, hogy könnyebb legyen a közlekedés. Ugye itt ennyi maradt meg ebből az útfelületből, például azért is, mert a későbbi korokban is használták az erődítmény területét. A középkorban, amikor ezt a kapubejáratot már nem használták, az útnak a felületébe vágtak egy házat, pont igen itt, ahol te álltál. Ugye ez egy földbe mélyített ház, aminek ugye itt voltak a szélei. A cölöphelyek jelölik tulajdonképpen az oldal falait, ezeknek a segítségével alakították ki a háznak az oldalait, a falait, és egy szép kis kőkemencét is készítettek a házba. Ugye, amikor ez a ház itt állt, akkor nyilvánvalóan a kaput már nem használták, hiszen a kapu közvetlen közelébe építették. És ez az időszak a 10.-11. század, tehát ekkor nem ezt használták, hanem valószínűleg, amit 2021-ben feltártunk, a saroktorony, a római kori saroktorony területén kialakított középkori kapu volt használatban. Nagyjából ugye a római tábor, vagy az erődítményen belül vagyunk, tehát akár a római korszakot nézzük, akár a középkort, ugye ahol ez a piros karósor megy, nagyjából abban a vonalban haladt az erődnek a fala, és itt belül, az erőd falun belül tároló gödröket láthatnak, ilyen földbe mélyített gödröket, amiben például mondjuk gabonát, vagy bármilyen más terményt tároltak. Ugye ebben az időszakban még nem volt hűtő, azért a táborba úgy pincéket nem volt szokás létesíteni, hanem inkább akár a házon belül, vagy a házon kívül gödröket ástak, amiket elsősorban ugye tudatos tárolásra használtak, és amikor esetleg beomlott, vagy már nem volt valamiért alkalmas erre a funkcióra, akkor pedig szemétgödörként használták, egészen addig, amíg be nem töltődött, és akkor ugye a éppen aktuális járószinttel kiegyenlítve eltüntették gyakorlatilag a föld felszínéről, viszont ezáltal nekünk nagyon sok információt megőriznek, és megőriztek. Ugye ezekből a gödrökből római kori kerámia került elő, ami mutatja nekünk, hogy ezt a római korban használták. De ha már a középkorban is használták volna, és nyitva lett volna, akkor találtunk volna benne középkori kerámiát is. Ugye általában ezt így szoktuk nagyjából meghatározni, hogy melyik időszakhoz köthetőek ezek a tárológödrök. Hogyha erre kerülünk itt a leletek felé, akkor meg is tudom mutatni legalább néhányat, hogy mi az, ami innen előkerült. Ugye például itt az asztalnak ebben a végében az egyik ilyen tárológödörből származó kerámiákat lehet látni. Ugye a római korszakhoz nagyon sokan csak a szép mázas edényeket, vagy szép festett edényeket kötik, de a mindennapi élethez az egyszerű edények, a kézzel formált fazekak is hozzátartoztak, és ezek pont ezek a típusok, amik itt a tároló gödrökben előkerültek. Van szürke is, ezt úgy szokták hívni, hogy szürke házi kerámia, ami tulajdonképpen a legegyszerűbb fazék, amit főzésre használtak, vagy például melegítésre. Van még egy másik,
tárológödör is, amely felé majd szépen el fogunk menni. Ebben már nem csak a római kori edény van, ugye ez egy nagyon jellegzetes, ezt úgy szokták hívni, hogy dörstál, aminek a belsejében, mint a mai mozsárnak, kicsit érdes volt a felület, és ebbe különböző fűszernövényeket tudtak őrölni. Ez már egy jóval későbbi időszakból, ez is szintén kézzel formált, de azért már ilyen kis hullámvonallal díszített. Ugye ez a hozzáértők nagyon jól meg tudják határozni, hogy milyen korszakhoz köthető. Ez is egy kis végül is főző edény szerűség, nagyon egyszerűek ezek, mindenféle díszítés nélkül. A díszítést ezek a vonalkázások adják. Ugye ez is egy tárológödörhöz köthető, és hát igazából az idei ásatásnak az egyik, nem azt mondom, hogy szenzációja, de minden esetre a korábbi évekhez képest nagyon nagy számú az előkerült nyílhegyeknek a száma. Talán ez részben, ugye itt ebben a sorban láthatók, ugye a nyílhegyek különböző típusúak, úgyhogy valószínűleg római koriak is és középkoriak is vannak közöttük. Talán azért is került elő ennyi nyílhegy, mert hogy az út felszínen a bejárathoz közel volt most a feltárási terület. Amiket még lehet látni, a római kori bronz pénzek, ebből nagyon sokat szoktunk találni minden évben. Az idén, hát most már szerintem körülbelül 200 darab az, amit találtunk, ebből azért jó párat láthatnak itt restaurálva. Ez annak is köszönhető, hogy az ásatás teljes időszaka alatt legalább egy, de inkább két fémkeresős van kint teljes munkaidőben az ásatáson, mert hogy mindig a megmozgatott földet és a kidobott földet is átnézzük, hogy minél jobban átnézhessék ugye a műszerrel a földet, mert ezáltal kerül elő ez a sok apró fémlelet. Ugye a római bronzpénzek mellett nagyon kis számban, itt látható, ez egy középkori ezüstpénz, úgy hívják, hogy brakteáta, ezek a IV. Béla időszakához köthetőek, ezek ilyen egyoldalas veretek, tehát nem kétoldalúak, mint a római bronzpénzek, vagy akár a mostani pénzek, nem csak egyoldalúak, de ezek is ugye arra utalnak, hogy a 13. századig itt még azért javában folyt az élet. Aztán még egy nagyon érdekes apróság, ugye itt szintén itt a brakteáta mellett látható, ez egy római kori plomba, tehát amit például a gabonás zsák vagy a lisztes zsák lezárására, pecsételésére szolgált, és ez azért érdekes, mert hogy két császárfej van rajta, és ez alapján nagyon jól meg lehet határozni, hogy ez a 350-es évekhez köthető, sőt még ugye azt is meg lehet mondani, hogy ez császári birtokról származó árut jelzett. Amit még itt láthatunk, és tényleg nagyon érdekes, ebben a laborban olyan tárgyak láthatók, amik a kapu melletti házból kerültek elő, talán inkább műhelynek is nevezhetnénk. Ha megnézik, teljesen tele van olvadékkal, ilyen üveges, vagy salak, vagy szilikátos olvadékkal, ilyen vasas darabokkal. Ugye ezek még mosatlanok, ezek a tárgyak, de így is azért tényleg nagyon jól látszik, hogy nagy mennyiségben jöttek elő ezek az olvadékok belőle, és különböző vastárgyak, talán vaskés töredékei, úgyhogy ez egy mindenképpen nagyon érdekes, valószínűleg ugye ipari jellegű objektum lehet. Természetesen a mosás, restaurálás, válogatás és különböző tudományos szempontú vizsgálatok fogják ezt majd eldönteni, hogy mi is volt ez a ház vagy ez a műhely. Itt a másik végén az asztalnak pedig azok a bélyeges téglák láthatók, amelyek most idén kerültek elő. Az egyiken hát nagyon-nagyon elmosódott a felirat, másikon kissé jobban lehet látni. Ezek
az off-arn típusú bélyegek. Ugye Urzicinus magiszternek a neve olvasható ki rövidítéssel, aki a 370-es évekhez köthető, és igazából a tábornak, a római kori tábornak a 370-es évekből ismerünk téglabélyegeit. Ezek a Terencius Dux, a Lupicinus Tribunusnak a bélyegei, és hát ez az idén talált Urzicinus magiszteres bélyegek, amik az építkezésről tanúskodnak, és még ott mellette egy kutyanyomosat is betettem ide, mert hát minden évben van néhány állatnyomosunk, macska, kutya elsősorban, de volt már kecske is, és talán valami egérféleség, aprócska tapancsait is megőrizte nekünk az agyag, így a téglákban. És akkor még azt ajánlónám, hogy menjünk itt tovább egy kicsit, hogy az ásatásnak ezt a részét is megnézzük, és utána, hogyha van kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolok majd rá. De még azért gondoltam, hogy célszerű ide eljönni, mert így talán nagyobb rálátásunk a felületre. Részben itt az egyik római kori U-alakú toronyra is láthatjuk a belsejét is. Ugye sárga agyagos a belseje, tehát nem készült nagyon komoly padlózata hozzá, tehát nem terrazzóból vagy téglával kirakott padlója volt, csupán agyagos padlója, és a sarkában a vöröses részen ugye egy tüzelőhely nyoma maradt meg. Ugye innen láthatjuk, hogy ahol a gyökerek kiállnak, ugye a sárga talajból, na az volt a kapu, amin ugye az előbb be is jöttünk. Ugye itt ezen a kapu részen a kavicsozás már teljesen lepusztult, de ugye ezen a területen, ahol most meghagytuk a tanúfalat, hogy jól láthassuk a rétegződést, amit elbontottunk, ugye itt jött be az útfelület, viszont az is remekül látható, ugye a túloldalról láttunk egy középkori házat, ami részben földbe mélyített volt, erről az oldalról pedig azt látjuk, hogy nem csak hogy a római útfelületbe, de itt a bent lévő római kori falba is beleástak egy tárológödröt. Ugye ezt csak félig bontottuk eddig ki, nagyon jól látható, hogy milyen mély, tehát majdnem 2 méter mély tárológödörről van itt szó, és hát ugye ez is azt mutatja, hogy abban az időszakban, amikor ezt készítették, már nem használták sem a bejáratot, sem azt az épületet, aminek a fala itt látható. Ez az épület, ez római kori lehetett, hiszen a római kori kaputoronyhoz van hozzáépítve, most vagy a kapu építményhez tartozó valamiféle belső rész, vagy pedig a mondjuk így, hogy kapusház lehetett, vagy egy olyan belső építmény a római táborban, ami közvetlenül a kapu mellett helyezkedett el. És hát a belső részen nagyon jól látható a szántásnak a káros hatása, hiszen még a táborkapu felőli oldalon egész jól megtalálható, vagy egész jól látható a fal, addig, amely a domb felé haladunk, egyre kevésbé maradt meg a fal, sőt, egy idő után ugye el is fogyott, már csak a sárga altalajt láthatjuk, mert hogy hát a felszíne ennyire lepusztult. Úgyhogy én nagyjából azt hiszem, hogy összefoglaltam, amit az idei évben láttunk, feltártunk. Én nagyon szeretném megköszönni ezúton is a sok önkéntesnek és a sok kollégának is, akik idén is eljöttek és részt vettek az ásatáson, hiszen nélkülük ez nem lenne így, nem tártunk volna fel ekkora területet, úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos a múzeum számára, és hát az a helyzet, hogy a kulturális szférában tényleg most mindenben szűkölködünk, de az a szerencse, hogy az önkéntesek kedve az nem hagy alább, és így tényleg folytathatjuk a megkezdett kutatásokat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hogyha esetleg bárkinek kérdése van, akkor állok elébe, nagyon szívesen válaszolok, remélem tudok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet!